A közlemény szerint jelentős menetrendváltozásra és pótlóbuszos átszállásokra kell számítaniuk az utasoknak az említett vonalon és a csatlakozó vonalokon a következő 3,5 hónapban. A fővárosi keleti pályaudvar és Pécs között közlekedő Intercity vonatok helyett Kelenföld, valamint Százhalombatta között vonatpótló autóbuszok közlekednek. A buszos pótlással közlekedő Intercity vonatokra díjmentes helyeggyel pótjegyet ad a Vasút Társasága jelenlegi pót és helyjegy helyett. Kelenföldön a pótlóbuszok a Budapesti Közlekedési Központ eteletéri megállóhelyén fordulnak. A pótlóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, előzetes helyfoglalást, együttes elhelyezést és kerékpárszállítást nem tudnak biztosítani. Budapestről Pécs irányában, valamint Gyékényes felé minden nap délutánonként a Tubes-Somogy Intercity-vel biztosítják a közvetlen eljutást. Ellenkező irányban Pécs, Gyékényes és a déli pályaudvar között vasárnap nem közlekedik a hétfőtől szombatig reggelenként közvetlen eljutást biztosító Tubes-Somogy Intercity.